még ilyen, ahogy körülnéznek, láthatják, hogy ilyen kőkorszaki módszerekkel készül még a káposzta, amit arra értek, hogy még terméskövek alatt érik. Hát ha most lennék 30-40 éves, akkor nyilván ez eszembe se jutna már ilyen hagyományos módon csinálni, itt már minden automata gép lenne. Automata gépek ide vagy oda, a tolnaiak kedvenc savanyított káposztáját ma is hagyományos módszerrel készíti Koncz Ádám Bajcsi Zsilinszky utcai házánál. A jól ismert helytörténész, aki egyben a Tolnai Hírlap szerzője is, nem csak az írásban és a kutatásban jeleskedik mostanra, a környéken ő az egyedüli, aki az őseitől tanult eredeti eljárással és technológiával készít igazi házi savanyú káposztát ezen a vidéken. A környéken minden családban volt valamikor káposztasavanyítás, minden paraszti gazdaságnak, paraszti udvarnak, paraszti konyhának része volt a saját hordóban érlelt savanyú káposztája. Hát körülbelül ebből nőtt ki ez a technológia is. Családi gazdaság vagyunk, hogy a család is besegít, meg vannak barátaim, akik ha eljönnek akkor, amikor ilyen munka van. Ez a nagymamám receptje szerint készül ez a káposzta, nincs benne semmi faxni. Technológia se titkos, só van benne, bors van benne, babérlevél van benne, és szeletelt fűszerpaprika. A szeletelt fűszerpaprikának különösebb jelentősége nincs, az íz nem sokat ad hozzá, attól csak szép és piacos lesz az áru. Ezek a kövek azóta vannak itt, mióta káposztával foglalkozom, vagyis 28 éve egész pontosan, 1995-ben kezdtem. Nekem amúgy kertész a szakmám, a végzettségem, kertész üzemmérnök vagyok, de főállásban sose voltam, tehát főállású kertész sose tudtam lenni, bár mindig ez volt a vágyam, hogy ebből éljek meg. Ádám a káposzta előtt különböző kultúrnövényekkel, majd szántóföldi termesztéssel is foglalkozott. Végül a saját maga által, a nagyszülőktől ellesett módszerek alapján készített savanyú káposztában találta meg azt, amiben igazán kamatoztatni tudja a tudását. Sok helyen megnéztem a gyalogépeket, nekem is volt egy kisebb, és akkor elhatároztam, hogy csinálok egy nagyobb gyalogépet. A kést, az a lelke, a titka a gyalónak, azt úgy gyártattam le vecsésen. A magát, a szerkezetet hozzá felépítményt pedig a Lelovics Laci lakatos barátom készítette. Sok leleményesség kellett hozzá, hogy működjön ez a dolog, hogy mekkora égszíj legyen rajta, milyen fordulattal menjen. Hát úgy hoztuk össze, hogy például az égszíjtárcsa egy Klász Dominátor kombájról van leszedve, egy ma már nem működő rozsdásodó kombájnak az alkatrésze volt, amit onnan szedtünk le. De hát működik ezzel. 6 mázsa káposztát tudunk óránként legyalulni, hogyha megy a munka. Ádám azt mondja, régen szinte minden háznál folytattak káposztasavanyítást a helyiek, mostanra viszont ez a szokás elhalt. Korábban, főleg akkor, amikor bejöttek a felvidékiek ide a svábok kitelepítése után, ők egy fejlett kertészkultúrát hoztak magukkal, és a savanyú káposztás is magas szinten, a káposztaeltevést is magas szinten gyakorolták. Sokat tanultam tőlük, például a Pintér Árpád bácsitól, aki tolnai volt, vagy az Atkáriaktól, Mözsön, sokat lehetett tanulni. Tolnán már nemigen foglalkoznak ezzel. Ebben a savanyítóban minden feldolgozott káposzta Ádám saját földjéről származik. A folyamat, aminek a végterméke ez a magvetéssel kezdődik, ami április 2. felében történik meg minden évben. Júniusnál előbb nem palántázok káposztát, mert számomra nem érték a koraiság. Sőt, az a kívánatos, ha minél tovább lábon tudom tartani a káposztát. A Koncz Ádám féle savanyított káposzta, tehát minden falatjában igazolhatóan Tolnáról származik. A szakértő őstermelő kizárólag magról vet, csakis a saját területén. A betakarítás ősszel kezdődik. Akkor tájt gyakran előfordul, hogy a kis családi gazdaság tagjai 2-3 nap alatt akár 20 mázsa nyers növényt is feldolgoznak. Teljesen hagyományos kézi munkaerővel történik még minden. Kézzel palántázunk, kézzel ültetünk, utána 3-szor, de inkább 4-szer megkapáljuk a tenyészidő folyamán, és hát valamikor szeptemberben elkezdődik a káposztaszület, ami a fagyokig, decemberig eltart. Itt van az a gép, amit én terveztem már,
a tárcsáját vecsésen gyártottam le, az a lelke ennek a gépnek, az egy 6 késes gép, viszonylag nagy teljesítményű, saváló acélból van is, borotva éles. Az XI tárcsája egy Class Dominator Combine, XI-ja volt rajta, az alépítményt pedig egy lakatos barátom, a Lelovics Laci készítette. Ezt a tárcsát érdemes megnézni, mert ez a lelke. A tolnai koncféle savanyított káposzta készítésekor kizárólag a gyarulást történik képesítve. Amint viszont az hallható volt, a berendezést is Ádám maga tervezte. A boltokban kapható savanyú káposzta, most nem akarok neveket mondani, hogy honnan jönnek ezek az a káposzták, ezeknek a nagy része már nem esik át a tejsavas erjedésen. Tehát ezeket már vegyszerre savanyítják. Ezért is nem vagyok versenyképes a piacon azzal a káposztával, ami egy nap alatt készül el, szemben az enyémével, aminek kell ilyen téli időben 3 hét, mire megsavanyodik. Tehát kihagyják a tejsavas erjedést, valamilyen vegyszerrel savanyítják, és készen van az, hogy nem szép sárga, hogy vastagra van szeletelve, nincs meg az az étrendi hatása, amit a tejsavas erjedés pozitíven befolyásol az ember számára. A bélflórának nagyon jó a savanyú káposzta tejsav tartalma. Ezt ezek a termékek, amik a boltban kaphatók, főleg a csomagolt káposzták, amik kilósan vannak kiszerelve, azok ráadásban tele vannak még tartósítószerrel is. Ádám gondos munkájával, a hagyományokat tiszteletben tartó technológiával készített káposztáját nem csak Tolnán ismerik. Rendszeres vevői között szekszárdi üzletek is fellelhetőek. Sőt, ha a sárgalábúak hazájába székelyföldi vendégek érkeznek, ők is betérnek ide, hogy a finom ételből vásároljanak. Rátalálnak arra az ízre, amit a savanyú káposztáról elképzeltek, amit a nagymamájuk vagy az édesanyjuk csinált még egyszer. Ezt keresik benne, és ezt találják meg. Hát a fegyelmezett technológia eredménye az, hogy minden káposzta homogén, hogy nincs olyan, hogy egyszer ilyen káposztát veszünk, egyszer olyat. A fajtáim is, amit termesztük, azok is beálltak már. Tudom most már, hogy milyen kell. Ez egy hosszú folyamat, mire az ember ezt mind kitapasztalja, és nagyon sokat tanul az ember a saját kárán. Hát nem mondom meg maguknak, hogy hány hordó káposztát vittem ki ide a Rajcsúrba, a legelőre a birkáknak, mire azt tudtam mondani, hogy na, ez most olyan, amilyet én elképzelek, amilyet bevállalok. Ennek viszont már közel 3 évtizede. A koncféle savanyított káposzta pedig Tolna környékén egyre többek kedvence.